Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm mindjárt. Legyenek már a jogi tagok képviselői, vagy legyenek azok a természetes személyek, akik a GTPS támogatói. És mindannyiuk nevében szeretettel köszöntöm Lakócai Csaba államtitkár urat, aki ezen a szív kerek évfordulón eljött hozzánk, és fölvállalta, hogy előadást tart. Méghozzá egy olyan témáról, amit a GTPS tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől feszeget. Magyarországot, milyen is Magyarország, és ahogy változott a környezet, hol az volt a cím, hogy Magyarország és az Európai Unió, aztán lett Magyarország az Európai Unióban, most pedig Magyarország a változó világban, ez a fő motívum az előadásainknak. És ehhez kapcsolódik Lakócai Csaba úr előadása is, amelynek megtartására tiszteletben felkérlek. Köszönöm, hogy elvállaltad. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy először is megköszönjem a meghívásukat, és mindenek előtt gratuláljak az évfordulóhoz, és azt kívánom, hogy ez a nap, ez valóban tartalmas nap legyen, hiszen nyugodtan mondhatom, hogy a GTTS a miniszterelnökségnek az egyik legerősebb stratégiai partnere. És ez egyúttal magyarázatot is ad arra, hogy igazából miért is vagyok itt önökkel, miért ünnepelek együtt, és talán merem azt sejteni, hogy miért kért föl elnök úr, hogy pont én mondjak egy köszöntő, felvezető előadást Erősödő Magyarország címmel, hiszen a miniszterelnökség azon túl, hogy a többek között a társadalom politikai koordinációnak a központja, azon túl minden olyan projekt felügyeletét és irányítását elvégezzük, amely a társadalom nagyobb csoportjait érinti, vagy olyan jelentőségű, ami miatt nem egy minisztérium, hanem több minisztérium együttes beavatkozása szükséges. Márpedig én úgy gondolom, hogy a GTTS küldetése, víziója, és a GTTS-nek egyébként is tevékenysége is olyan, ami nem egy minisztériumhoz, egy tevékenységi körhöz tartozik, hanem jó néhány ágazatot felölel, mint egy felülemelkedik az ágazatokon, és ennél fogva tehát egy szélesebb horizontú megközelítése szükséges. Az első dián az előadásomban tehát azt mutatnám be, hogy az általam vezetett helyettes államtitkárság, ami a kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkárság, mely ügyekért felelős és miket is csinálunk mi a miniszterelnökségem, melyek azok a feladataink, amelyek leginkább találkoznak a GTTS misszióival. Ez egyrészt nem csupán a kiemeltebb és a társadalom nagyobb csoportjait érintő projektek és programok, amelyekben találkozik a mi feladatunk és küldetésünk, hanem legalább ennyire fontos az a fajta társadalom politikai konzultáció, amely ugye erre vonatkozóan jogszabály is létezik, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény. Tehát minden olyan nagyobb volumenű társadalompolitikai kérdésben lehetőség nyílik a GTTS véleményének a megismertetésére és általunk történő megismerésére, amivel bizony-bizony elnök úr nagyon helyesen él is, és hol írásban, hol pedig személyes egyeztetés formájában tudjuk és szoktuk egyeztetni álláspontjainkat. Mondhatnám azt is, hogy több esetben is volt már, ahol a kormányzati álláspontot finomította, ne adj Isten, változtatásra sarkalta a GTTS elnökével és elnökségével folytatott együttműködésünk. És hát legalább ennyire komoly feladat, és egyúttal a véleményem szerint a GTTS számára is lehetőséget hordozó
Feladatunk az a magyarországi, a magyar civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése. Én úgy gondolom, hogy ebben van potenciál, és engedjék meg, hogy ezúttal is ebben való együttműködésünket kínáljam a GTTS vezetőségének. És rátérve az érdemi és lényegi kérdésekre, ami az előadásomnak a magvát képezi, hogy erősödő Magyarország, viszont ugye akkor, amikor erősödésről beszélünk, az hiszen egy folyamat, annak kell lenni egy kiinduló pontja, tehát honnan is nézzük, hogy erősödik Magyarország, és értelemszerűen a kormányzat, mint politikai testület választásokhoz viszonyítva, vagy választási időpontokhoz viszonyítva tudja meghatározni a honnan és hová, legalábbis ennek a két kérdésnek az időbeli behatárolását, és ebben a tekintetben tehát a 2010 a mi kiindulási pontunk, amikor a második Orbán kormány hivatalba lépett, és egy nagyon komoly, erőteljes fordulatot hajtott végre. Ezt szoktuk említeni úgy is, hogy ez egy gazdaságpolitikai fordulat volt, de én úgy gondolom, hogy ez nem csupán egy gazdaságpolitikai fordulat volt, hanem ennél sokkal több. Gazdaságpolitikai és legalább annyira társadalompolitikai fordulat is volt. Ennek a társadalompolitikai fordulatról kevesebbet szoktunk beszélni, de én úgy gondolom, hogy a gazdaságpolitika az a társadalompolitikával kéz a kézben jár, tehát akkor, amikor gazdaságpolitikai fordulatról beszélünk, az nem valósítható meg, csak társadalompolitikai fordulattal együtt, és viszont is, tehát legalább annyira fordítottan is működik. 2010-ben jól lehet akkor sokan lehurrogták a miniszterelnököt és a kormánynak a tagjait, amikor bejelentették 2010 koranyarán, hogy gyakorlatilag csődközeli állapotot örökölt a kormányzat. Bizony, nem csupán az ország hihetetlen belső és külső eladósodottságáról beszélünk, minden szempontból ugye egy csődközeli állapot volt, és társadalompolitikai, gazdaságpolitikai, de legalább annyira társadalompolitikai szempontból is egy feszítő és égető kérdés volt a devizahitelek problémája és a devizahiteleseknek a gyakorlatilag totális kilátástalan helyzete. A munkanélküliség a korábbi évekhez képest jelentősen megemelkedett, és hát az államadósági helyzetünk is bizony fordítottan működött, tehát inkább növekvő félben volt, nem hogy a Maastrichti konvergencia kritériumokhoz közeledett volna. Ezt sikerült egy komoly, szisztematikus, ahogy említettem önöknek, gazdaságpolitikai fordulattal megváltoztatni, és jól lehet, kétkedő hangokat hallhattunk éveken át, ezt majd látni fogják az előadásomban, hogy mára egyöntetű a nemzetközi elismertsége annak a megközelítésnek és annak a gazdaságpolitikának, gazdaság és társadalom politikának, amit Magyarország kormánya, a második és harmadik Orbán kormány deklarált az elmúlt időszakban. Mi ennek a gazdaságpolitikának a lényege? Egyrészt a növekedésre fókuszáltság, de a gazdaságnak egy olyan bővítését kívánjuk előmozdítani, ami fenntartható, azaz a szerkezete kiegyensúlyozott. Tehát lehetnek ugyan, tisztában vagyunk azzal, hogy Magyarország például alapvetően agrár meghatározottságú, de igyekszünk valamennyi ágazatot megfelelő módon, arányaikat megtartva, ne adj Isten egy-egy ágazatot megerősítve fejleszteni. Nagyon fontos, hogy az elmúlt időszak eredményei azt mutatják, hogy valamennyi ágazat alapvetően pozitívan járul hozzá a növekedéshez, és ami kulcskérdés, hogy nem hitelből generáljuk a növekedést, nem hitelből növeljük a fogyasztást. Akkor, amikor ugye a különböző hitelminősítőknek a kormányzati gazdaságpolitikát véleményező álláspontjait olvashattuk, hallhattuk az elmúlt időszakban, én a Moody's-nak három megállapítását szeretném önöknek figyelmébe ajánlani, ami az elmúlt, hát mondhatom azt, hogy 2010 és 14 közötti, de hiszen azt a gazdaságpolitikát folytatjuk az azt követő időszakban is, tehát ezt a fajta gazdaságpolitikát értékeli. Egyrészt kulcskérdés és kulcselismertséget szerzett a kormányunk a Moody's részéről az államadósági teher folyamatos és deklarált csökkentése tekintetében, az államadósság szerkezetének változása, ugye külső és belső eladósodottságnak arányainak a
változtatása tekintetében. A Moody's véleménye szerint egyértelműen érzékelhető, és mindannyian tudjuk, hogy a devizaadósság az százalékos mértékben csökkent, majd ezt látni fogják, hogy milyen mértékben. A strukturális változtatásoknak köszönhetően a Moody's álláspontja, hogy az elkövetkező időszakban egészen biztosan minimális mértékben 2-2,5%-os gazdasági növekedés prognosztizálható, ezt is majd látni fogják az előadásomban, hogy most már azért látjuk, hogy igazából ennek a kétszerese is minden további nélkül, minden komolyabb erőfeszítés nélkül elérhető az elkövetkező időszakban. Gondoljunk akár erre az évre, vagy a következő évbe, ugye az Európai Uniós prognózisok is azt mutatják, hogy bizony-bizony legalább 4%-os gazdasági növekedés várható a következő időszakban. És hát mindenek eredményeképpen Magyarország külső sérülékenysége a különböző külső erőknek való kitettsége csökkent, és ellenállóbbá váltunk a külső sokhatásoknak. 2017-ben Japánból a Japan Credit Rating Agency-től kaptunk egy felminősítést, ugye a devizaadósságunkat BBB-ről BBB plusz fokozatra javította, és a forintban jegyzett állampapírjainkat pedig a BBB pluszból A minusz kategóriába helyezték. És akkor itt is engedjék meg, hogy egy idézetet ismertessek önöknek, ez most Japánból, akik a felminősítéskor kifejezésre juttatták, hogy ez a felminősítés azt tükrözi, hogy a kormány gazdaságpolitikája, ugye arról a gazdaságpolitikáról beszélünk, amit az elmúlt 6 évben igyekeztek hitelteleníteni bel- és külföldön egyaránt. Szóval ez a gazdaságpolitika, hölgyeim és uraim, hatékonynak bizonyult. Ez a gazdaságpolitika jelentősen javította az államháztartás és a pénzügyi rendszer helyzetét, és ezáltal csökkent Magyarország külső adóssága, és megerősödtek Magyarország gazdasági alapjait, tehát egy jó alap, egy jó elrugaszkodási pont az elkövetkező időszakra. Ezért is mondjuk, hogy egészen biztosan erősödni fog Magyarország gazdasági helyzete. A japán hitelminősítő arra számít, hogy Magyarország gazdasága, államháztartása és pénzügyi rendszere tovább fog erősödni. Fitch Ratings néhány nappal ezelőtt, 2017. május 12-én ismét megerősítette Magyarország adósbesorolását, BBB minusz stabil kilátás és befektetésre ajánlott szint jelen pillanatban a magyar adósbesorolás. Mivel indokolták ezt a pozitív véleményt? Egyrészt magas az egyfőre jutó GDP-nk, ismét elismerték, a Fitch Ratings is elismerte a kormányzati teljesítményt, mind gazdaságpolitika, mind társadalompolitika strukturális átalakítások terén, és az adósság csökkentésre tett, hogy mondjuk hatékony intézkedéseinket emelték még ki. A Fitch Ratings előrejelzése erre az évre gazdasági növekedés tekintetében erre az évre 3,2%-os, jövőre 3,3%, ugye emlékeznek, néhány diával ezelőtt még 2-2,5%-ról beszéltünk, de még lesz még pozitívabb előrejelzés is. A gazdasági növekedés fő hajtóereje a Fitch Rating szerint egyrészt a növekvő fogyasztás és az erőteljes munkaerőpiaci helyzet, és akkor hangsúlyoznám ismételten önöknek, hogy azért fantasztikus ez a növekvő fogyasztás, mert ismételten mondom, alapvetően nem hitelből finanszírozott ez a belső fogyasztás. Ez hozzájárul a minimálbéremelés, lazább, de mégis a fegyelmezett gazdaságpolitika, tehát a fegyelmezettségnek is megvannak a fokozatai. Nem kell nekünk feltétlenül minden áron, minden esetben nadrágszíjat húzni, anélkül is tudjuk hozni azokat a számokat, amelyeket a különböző nemzetközi szervezetbeli tagságaink követelnek. Nem kell nekünk feltétlenül éltanulónak lenni. A kormányzatnak az elsődleges feladata a magyar emberek boldogulásának az előteremtése. Ebben kell egy megfelelő összhangot találni. Elsődleges célunk a magyar emberek fejlődésének előmozdítása, és ehhez képest természetesen tartanunk kell azokat a feltételeket és azokat a számokat, amelyeket a különböző nemzetközi szervezetbeni tagságaink és egyébként Magyarország gazdasági növekedési perspektívája diktál.
Hozzájárul a gazdasági növekedéshez az állami beruházásoknak az élénkülése és az Európai Uniós támogatásoknak a hatékony felhasználása. Ugye Magyarország gyakorlatilag sikeresen lehívta az Európai Uniós forrásainak, rendelkezésre álló forrásainak 100%-át, és a most jelenlévő, vagy most zajló költségvetési időszakban is eljutottunk odáig. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy elsők között vagyunk az Európai Unióban, de a visegrádi négyek, akik leginkább, hogy mondjam, a versenytársaink és benchmark társaink, a visegrádi négyek közül elsőként valamennyi területen, valamennyi Európai Uniós pályázatot március 31-éig meghirdettük, ezzel is elősegítve, hogy ezek a források, amik rendelkezésre állnak, ezek ütemesen lehívásra kerülhessenek, és ezáltal is elősegítsék a magyar gazdaság és társadalomnak a fejlődését. Nyilvánvalóan nem hallgathatjuk el a különböző kockázatokat, amire felhívta a Fitch Ratings is a figyelmünket. Egyrészt ugye a magyar gazdaságnak a nyitottsága, az uniós kereskedelmi partnereknek a kerestete, és nem utolsó sorban Magyarország és az EU viszonyának az alakulása. Hangsúlyozni szeretném, hogy, és itt megállnék egy pillanatra, a Magyarország és az Európai Unió viszonyának az alakulására. Sokszor megszokták kérdezni, hogy akkor a magyar kormány hogyan is viszonyul az Európai Unióhoz. Hölgyeim és uraim, a magyar kormány számára evidencia, hogy Magyarország az Európai Uniónak a tagállama. Magyarország számára nincsen más lehetőség, nincsen más reális lehetőség, mint az Európai Uniós tagságunk fenntartása. Összességében úgy gondoljuk, hogy szükséges és perspektívikus az Európai Uniós tagságunk. Magyarország kormánya vitában áll az Európai Unióval a tekintetben, és ebben az egy tekintetben, de ebben az egy tekintetben markánsan, hogy melyek azok a hatáskörök, amelyeket a nemzetállamok szintjén kell megtartani és megőrizni, és melyek azok a hatáskörök, amelyek Brüsszelből az Európai Uniós intézmények részére, vagy Brüsszelbe az Európai Uniós intézmények részére átadásra kerülnek. Úgy gondoljuk, hogy 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, majd azt követően, amikor a Lisszaboni szerződésben az Európai Unió egészének működését egy új kartába helyezték, meghatározásra kerültek, hogy melyek ezek az alapelvek. Ezen felül Magyarország nem kíván további hatásköröket átadni az Európai Uniónak. Azért kívánjuk ezt deklarálni, és azért származik ebből jelen pillanatban vitánk, amelyeket láthatnak önök is, akár a sajton keresztül, akár akik tájékozódnak a mindennapi politikai életben, mert azt tapasztaljuk, hogy Brüsszelből a különböző Európai Uniós intézmények részéről elindult egy lopakodó hatáskör elvonás. Az Európai Unió különböző intézményei szépen lassan, de szisztematikusan megpróbálnak olyan jogszabályokat alkotni, és olyan egyébként korábbi szerződésekben nem szereplő alapelvek alapján jogot alkotni, amivel egyes hatásköröket ellopnak a tagállamoktól. Magyarország kormánya azt kívánta deklarálni, és ezt kívánjuk megerősíteni, hogy nem akarunk átadni további hatásköröket. Az Európai Unió az nem az Európai Egyesült Államok, hanem nemzetállamok szövetsége. Azt érzékeljük, hogy valóban vannak olyan törekvések Brüsszel részéről, hogy Európai Egyesült Államokat alakítsanak Európából, de a mi meglátásunk szerint ezzel Európa kulturális öröksége és gazdasági, valamint társadalmi örökségét is sútba dobná, ez nem támogatható. A jelenlegi helyzetet megfelelőnek és megőrzendőnek tartjuk. Tehát amikor, hölgyeim és uraim, vitatkozunk az Európai Unióval, nem teszünk mást, mint a jelenlegi status quo fenntartását kívánjuk elérni a Brüsszellel szemben, akik ezt úgy tapasztaljuk, hogy szépen lassan, csöndben, de szisztematikusan megpróbálják a tagállamoktól ellopni. És akkor itt át is térhetünk az Európai Bizottságnak a prognózisára. Emlékeznek, indultunk 2-2,5%-ról, majd lett 3-3,2, és az Európai Bizottság prognózisa már 3,5% fölé teszi a GDP növekedést 2017-re, és 2018-ban is még a 2017-es számok fölötti növekedést vár Magyarország részéről.
Néhány nappal ezelőtt olvastam egy összehasonlító tanulmányt, azért szeretném jelezni, hogy ez a gazdasági növekedés igencsak a top 3-ban van az Európai Unión belül. Gyakorlatilag mondhatni azt, hogy az eurózónát messze meghaladja a visegrádi országok és Kelet-Európának a várható gazdasági növekedése. Tehát nyugodtan mondhatjuk, ahogy miniszterelnök úr is többször el szokta mondani, hogy úgy tűnik számunkra, hogy Közép-Európa, visegrádi térség és Kelet-Európa válik Európa gazdasági motorjává. Az Európai Bizottság várakozása szerint Magyarországon 2016-ról 2017-re hatalmas mértékben, majd 1%-os mértékben csökken a munkanélküliség, és ez várhatóan 2018-ra 4% alá fog csökkenni. Halkan mondom, szociológusok véleménye szerint, ugye van egy meghatározott hányad, akik jól lehet aktív korúak a munkaerőpiacon, de igazából különböző okoknál fogva soha nem lesznek arra képesek, hogy ők valóban aktív tevékenységet folytassanak. Lassan közeledünk afelé a szám felé, de ne feledjék el, hogy megint csak mennyire megmosolyogták. Jobb esetben csak megmosolyogták, rosszabb esetben pedig kifejezetten hangosan hahotáztak 2010-ben a kormánynak azon célján, hogy 10 éven belül 1 millió új munkahelyet teremtünk. Azért bizony-bizony már ott állunk a 700 ezres szám körül, tehát azt is mondhatnám, hogy eltelt 7 év, időarányosan teljesítjük a vállalásainkat, és ahogy látszik, a következő évben ez tovább fog javulni. A GDP arányos államadós, a GDP százalékos arányú államadósága is az Európai Bizottság prognózisa alapján 72% alá fog süllyedni. Itt is azt figyelhetjük meg, hogy gyakorlatilag évente majd 1%-ot tudunk csökkenteni a GDP arányos államadóságunkon. És akkor engedjék meg, hogy ugye nem csak, ahogy említettem önöknek, nem csak belföldön, hanem külföldön is azért sokat bírálták a magyar, hát unortodoxnak is nevezett gazdaságpolitikát, de hát az egyik legerőteljesebb bírálóink, az IMF is elismeri mostanra, hogy ez a gazdaságpolitika bizony beérett, bizony ez a gazdaságpolitika eredményeket mutatott fel. Nyilvánvalóan ők tovább finomítják, de hát mi is elismerjük, hogy egyébként hála Istennek az elmúlt időszak kedvező külső környezeteket is teremtett, de az, hogy az Európai Uniós forrásokat ilyen hatékonyan tudtuk felhasználni, ebben is nyugodtan mondhatom, hogy a top 3-ban vagyunk az Európai Unióban. És akkor még egyet szeretnék önöknek, amit a valuta alap kiemel, hogy az adóigazgatás reformja az a valuta alap véleménye szerint nagyban és sokban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország az elmúlt időszakban ilyen kedvező számokat tudott felmutatni. Mert hogy mit is célzott ez az adóigazgatási reform? Egyrészt a gazdaság további fehéredését, ne feledjék el, hogy a pénztárgépek micsoda hihetetlen adóbevétel, a pénztárgépeknek ugye a bekötése. Milyen adóbevételeket teremtett Magyarországon, és ezáltal az adóbeszedés mértéke is nagyban erősödött, tehát lényegesen komolyabb bevételeket tudtunk realizálni az elmúlt években. A Nemzetközi Valuta Alap erre az évre a termelés és a fogyasztás további bővülését prognosztizálja, a beruházásoknak az élénkülését és a munkanélküliség mérséklődését. Az IMF a magyar gazdaságpolitikát kiszámíthatónak tartja. Ezt azért tartom megint csak fontosnak mondani, hiszen a kormányzat belső ellenfelei folyton folyvást azt hangoztatják, hogy ez a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika, amit a kormány művel, ez mennyiben elriasztja a befektetőket, hölgyeim és uraim, a Nemzetközi Valuta Alap mondja azt, hogy egyrészt kiszámítható a magyar kormány gazdaságpolitikája, és nem hogy elriasztjuk a befektetőket, hanem kifejezetten a beruházások és a befektetés élénkülése várható az elkövetkező időszakban. Engedjék meg, hogy az előadásom második felében áttérjek a Magyarország 2018. évi központi költségvetésére, hiszen benyújtásra került a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, amit a kormány a munkából élők költségvetésének szán és nevez. Nem utolsó sorban azért, mert a költségvetésnek a deklarált gazdaság és társadalom politikai célja az hármas. Egyrészt a lehető legteljesebb
mértékű foglalkoztatottságnak az elérése, és az ennek alárendelt gazdaságpolitika, a családok további támogatása. Ez már része, a családok további támogatása része annak a nagyhívű családpolitikai kormányzati elképzeléseknek, amelyekről a miniszterelnök úr már múlt héten említést tett, és nagy valószínűség szerint ezen a héten a részletei is ismerté válnak, hiszen ne feledjük el, hogy ez a hét az, amikor Magyarország Európának a családi fővárosa, nagy nemzetközi, Európai Uniós nagy nemzetközi konferenciát tartunk a családokról, a családok helyzetéről és a családpolitikáról az Európai Unión belül. Magyarországnak a célja a magyar emberek megtartása, a magyar nemzet megtartása és megőrzése, és itt hangsúlyoznám, hogy a magyar emberek, és ez kifejezésre jut akkor is, amikor azt mondjuk, hogy nem migránsokból kívánjuk a nemzetünk létszámának csökkenését ellensúlyozni, hanem azt szeretnénk, hogyha a magyar reprodukció elérni a csökkenést, kompenzálni, több növekedési pályára állnánk. Hála Istennek nagyon biztatóak az elmúlt 3 évnek az adatai, de van még tennivalónk, hiszen mérséklődött a népességfogyás, hogy mondjak önöknek néhány adatot, nagyban, százalékos arányban mérhetően növekedett a házasulási kedv, és lényegesen csökkent a népességfogyás Magyarországon. Ahhoz viszont, hogy növekedjék a nemzet, a családok számára biztonságot, kiszámíthatóságot és tervezhetőséget kell biztosítani, ezt kívánjuk megalapozni a jövő évi költségvetésben is. Hogyan tudjuk a biztonságot és a kiszámíthatóságot biztosítani, melyek azok a szakpolitikai területek, melyek azok az ágazatok, amelyek 2017-hez képest további költségvetési forrásokat kapnak? Egyrészt az oktatás 81 milliárd forinttal kap többet 2017-hez képest, az egészségügy 102 milliárd forinttal, a nyugdíj, a családtámogatás és a szociális terület 287 milliárd forinttal, a rendvédelem és a közbiztonsági terület 83 milliárd forinttal, és a gazdaságfejlesztés pedig 205 milliárd forinttal kap több lehetőséget, mint 2017-ben. Úgy kap, hölgyeim és uraim, több lehetőséget 2018-ban, hogy ezeket nem hitelből fedezzük, hanem önök és a magyarországi vállalkozások teszik meg, biztosítják azt a lehetőséget, hogy nagyobb forrásból gazdálkodhassunk 2018-ban. Nyilvánvalóan a költségvetésnek meg kell nézni nem csak a kiadási oldalát, hanem a bevételi oldalát, és hála Istennek a bevételi oldal lehetőséget biztosít arra, hogy további célzott áfacsökkentéseket hajtsunk végre. Egyrészt a várhatóan 5%-ra fog csökkenni az éttermi étkezés áfája. Ugye a különböző hús áfacsökkentések részeként a hal áfája is 5%-ra fog a várakozások szerint csökkenni, és a kormány deklarált célja az internet használat áfája kulcsának is a csökkentése. Megint csak jelezném, hogy ebben is vitában állunk az Európai Unióval, de eltökéltek vagyunk az áfa csökkentésben. Európa egyik legalacsonyabb személyjövedelemadó kulcsa 15% marad a következő évben is. A vállalkozókat érintő társasági adó is 9%-on marad, de a kisvállalati adó, a kisvállalkozásokat terhelő adóteher 13%-ra fog csökkenni, ezzel is segítve a KKV-knek a működése. A családoknak a passzív támogatása adókedvezmények révén a két gyermekes családok adókedvezménye fog csökkenni. Ugye jelezném önöknek, hogy a családok többsége az nem sok gyermekes sajnos Magyarországon, ugye a 3 gyermekesektől fogva jóval magasabb az adókedvezmények, de a 2 gyermekes, tehát a második gyerek vállalását is elő szeretnénk segíteni azzal, hogy az adókedvezményt havi 35 ezer forintra növeljük. Az otthonteremtési programra pedig a 2018-as költségvetésben 226 milliárd forint fog jutni. És akkor nézzük ugye a számokat, emlékeznek, indultunk 2,5%-ról, nos a magyar kormány a 2018-as költségvetés tervezése során 2018-ra 4,3%-os gazdasági növekedéssel számol, 2,4%-os áramháztartási hiánnyal, 3%-os inflációval,
és ennek megfelelően a várakozásaink szerint nagyobb mértékben, mint ahogy az Európai Bizottság is egyébként jelzi, de nagyobb mértékben fog csökkenni a GDP arányos államadóságunk. A nyugdíjak emelése a tervezett infláció mértékét fogja követni, azonban a gazdaság teljesítő képessége függvényében várható már ebben az évben, és reményeink szerint a következő évben is nyugdíjprémiumnak a kifizetése. Hogy a gazdaságunknak egyik markáns eleme, ahogy láthatták és hallhatták, a foglalkoztatás politika. Ebben is a kormány úgy próbál tevékenykedni, hogy azzal egyúttal a fogyasztást és a növekedést is serkentse. Ezért a kiszámíthatóság jegyében az év elején 2 évre kötöttünk bérmegállapodást. Ugye eddig az volt a szokás, hogy minden évben kötünk bérmegállapodást. Most 2 évre sikerült, 2017-re és 2018-ra. És ez a bérmegállapodás azt tartalmazza, hogy 2017-ben a minimálbér 15%-kal növekszik, a garantált bérminimum összege 25%-kal, a garantált szakmunkás bérminimum szintén 25%-kal nő, és ezzel egyidejűleg pedig a munkaadók terheit is csökkentendő, 5% pontos munkaadói járulék csökkentést hajtottunk végre, és a 2018-ban pedig ezt tovább fogjuk növelni, további 8%-os minimálbéremeléssel, 12%-os bérminimum emeléssel és további 2%-os munkaadói járulék csökkentéssel. Ugye Magyarország akkor, amikor deklarálta, hogy nem csupán az Európai Unióhoz kíván csatlakozni, hanem középtávon megcélozza az eurónak a bevezetését, akkor ugye vállalta azt, hogy a gazdaságát ennek megfelelően ezt figyelembe véve alakítja. Úgy gondoljuk, hogy ebben a konvergencia programban 2017 a magyar gazdaság szempontjából egy roppant fontos mérföldkő, fegyelmezett költségvetési gazdálkodással az adósság rátát sikerült csökkentenünk, hiszen úgy gondolom, de akik ismerik, akár professzor úr is meg tudja erősíteni, talán a külső államadóságunk, ami a legnehezebben ledolgozható hátrányunk a többi európai uniós országhoz képest. Ugye, ahogy említettem önöknek, és a 2018-as költségvetés is azt tartalmazza, hogy 4%-os, több mint 4%-os gazdasági növekedéssel számolunk, ezt folyamatosan szeretnénk a következő években fenntartani. Ennek érdekében kormányzati intézkedésekkel, beruházás ösztönzéssel a termelékenységet és a versenyképességet fokozni, ahogy látták a bérszínvonal emelésére is, ma annak keretében is már 2 éves bérmegállapodást kötöttünk. Úgy gondoljuk, hogy vannak még tartalékok, jó lehet már nem sok, de vannak még a munkaerőpiacban tartalékok, ezeket igyekszünk a következő időszakban 2020-ig mindenféleképpen kiaknázni, és az is nagyon fontos, hogy a gazdasági erőforrásainkat akár struktúrált átalakítás révén is, de ahogy az előadásom elején mondtam, természetesen a magyar gazdaság adottságait figyelembe véve, de hatékonyabb felhasználást előkívánjuk mozdítani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot, jó tanácskozást kívánok! Tiszteletre köszönöm az előadást. Gondoljuk, hogy amikor azt ajánlottuk, vagy javasoltuk államtitkárunknak, hogy az erősödő Magyarország címmel tartsa meg előadásán, jól döntöttünk, hiszen egy olyan pillanatban van az ország, amikor a makrogazdasági eredmények egyértelműen pozitívak, és azt is láthatjuk, hogy 18-nak úgy ugrunk neki, hogy az anyunknak a munkából, bérből és nyugdíjból élőknek jót fog tenni, és egyre boldogabbak lehetünk, szólnak abban az értelmében, hogy a családunkat, gyermekeinket biztonságban tudjuk nevelni. Láttuk a számokat, gondolom, hogy a következő konferenciáinkon ezekre a számokra mind-mind vissza fogunk térni, hiszen a mindennapos pénzügyeink című előadássorozat már szeptemberben elindul,
és azt reméljük, hogy a különböző egyetemeken ez idáig megtartott előadás sorozatunk, amit szintén a Magyar Nemzeti Bank hajvonalú támogatásra tesz lehetővé, lehetővé teszi, hogy ezeket a számokat kifejtsük, részletesebben elemezzük, és mozgósítsuk azokat a fiatalokat, akiknek majd elő kell állítani a mi nyugdíjunkat. A nemzetközi támogatás, vagy a nemzetközi kapcsolatépítés segítését köszönjük. Mi célul tűztük ki ebben az esztendőben, hogy határon átnyúló konferenciánk lesz. Először hát ugye Csallóköz és Győr az, aki meg lett szívozva ezzel a témával, és ha ezt kapunk egy kis támogatást, akkor szeretnénk Erdély irányába is, a Vajdaság irányába is terjeszkedni. Ehhez úgy néz ki, hogy a szellemi kapacitás megvan, azt érezzük, hogy a különböző pályázati lehetőségek ennek a tanulmányi feltételeit is meg tudják teremteni, pedig dolgozunk, mert hisz 25 éve az itt ülők, és azok, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk, folyamatosan társadalmi munkában építették ezt az országot, és lehetővé tette azt, hogy eredményes kormányzás legyen Magyarországon. Államtitkárunk, még egyszer nagyon szépen köszönöm az előadásodat, és azt remélem, hogy a kapcsolataink a jövőben még szorosabbá válnak, és úgy gondolom, hogy talán minden évben egyszer, ha nem is 25 éves évforduló kapcsán, de találkozhatnánk és találnánk olyan témákat, amelyek mindannyiunk érdeklődését kiváltja, és kormányzati szempontból is fontos, hogy ezek a számok, ezek az adatok és kormányzati szándékok napvilágot lássanak. Köszönöm szépen, ilyen államtitkár úrnak. Nyilvánvalóan más programjai lesznek, mi azonban maradunk, és tiszteletben kérek mindenkit, hogy maradjanak, hiszen nagyon fontos feladataink vannak a mai közgyűlés második részében. Addig egy kis szüneti kávéra és táplálkozásra szeretettel hívok mindenkit. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.